Kedves főtisztelendő püspök atya, Isten hozta templomunkban. A bérmálkozók nevében köszöntjük püspök atyát ünnepünkön. Köszönjük, hogy a bérmálás szentségében fog részesíteni bennünket. Készen állunk rá, hogy elköteleződjünk a keresztény életre, s jó és örömteli tanúságtévők, apostolok legyünk az egyházban. Számunkra ez különleges nap, nem lesz több ilyen, de egész életünkre kihat. A saját elhatározásunk, hogy most itt vagyunk. Tanultunk, fejlődtünk, egy új kezdet előtt állunk. Kérjük püspök atyát, imádkozzon értünk, és azért, hogy a Szentlélek erősítő kegyelme éltessen, és kísérjen minket egész életünkön át. Mi is Isten áldását kérjük a püspök atya hivatásához, és ünnepi érzéssel várjuk, hogy a Szentlélek a szívünkbe szálljon. Szeretettel köszöntök mindenkit. Megtisztelő szeretettel, megkülönböztetett szeretettel köszöntöm az Aranyhit csapatot, ők a bérmálkozó csapat. Kaptam tőlük leveleket, és nagyon örültem neki. Szeretettel köszöntöm a bérmaszülőket, a szülőket, családtagokat, és mindenkit, aki eljött együtt ünnepelni ide a Szent Margit templomba a mai napon velünk. Elkezdem a szentmisét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Békesség veletek! Néha eltévesztem. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjunk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen minket az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk. Istenünk, Te a mai szentséges ünnepen egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Árasz ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyáján együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat elöntötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának és Pamfiliának lakói, Egyiptomból, a líbiai Kiréne vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje. Istennek legyen a hála. Válaszol Zsoltár válasza. Árazd ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét. Mondj áldást, lelkem, az Úrnak, nagy vagy nagyon, én Uram Istenem. Mi sokrétű a Te műved, Uram, teremtményeid betöltik a földet. Árazd ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét. Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak és porba térnek. Ám ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek és a föld színét megújítod. Árazd ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét. Dicsőség legyen az Úrnak, örökkön örökké, örül az Úr minden művének. Legyen előtte kedves az énekem, gyönyörűségemet ő benne találom. Árazd ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét. Szent Lacka, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától, Jézus az Úr, csak a Szent Lélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent végez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk keresztségünk által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje. Aleluya, aleluya, aleluya.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte. Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Kedves olajbogyók! Ezt olvastam a levelekben, hogy a bérmálkozók nagy része azt írta, hogy ő tagja egy közösségnek, aminek a neve az olajbogyók. Aztán egy része azt is leírta, hogy énekel a Szent Margit gitáros csoportban, vagy zenél. Nagyon örültem, hogy voltatok táborokban, nem csak egyszerűen hittanórák voltak, hanem ilyen közösségi alkalmak is. És nagy örömmel olvastam, hogy van egy mázlista köztetek, a Matyi, a Horváth Mátyás, akinek ma van a születésnapja. Ezt kifogni. Ekkora ajándékot nem mindenki kap születésnapjára, hogy kiárad rá a Szentlélek. Eddig volt a bevezető, már nem a prédikáció bevezetője, hanem a bérmálási bevezető. Most jön a java. Minden ezután kezdődik, és szeretnélek titeket is, a bérmaszülőket is, és minden jelenlévőt meghívni egy iskolába, a Szentlélek iskolájába. Hivatalosan nincsen alapító okirata, SMS-e, de azért ez az iskola létezik, és ebbe az iskolába szeretnélek mindannyiótokat meghívni. A felvételi anyagban az egyik legfontosabb a megtérés. Enélkül nincsen hiteles keresztény katolikus élet, csak vallásgyakorlat. És mi annál többre vagyunk hivatva. Nem csak azt kéri tőlünk az egyház, hogy gyakoroljuk hűségesen a vallásunkat, tartsuk meg az egyház előírásait, parancsait, hanem a legfontosabbat kéri, térjetek meg ezt a mestertől, Mester által kérjük mindenkitől. A megtérés egyszerűen azt jelenti, hogy önként, szabadon és szeretetből személyesen eldöntöm, hogy követni akarom Jézus Krisztust. Nem csak templomba szeretnék járni, hanem követni akarok az Úr Jézus Krisztust. Ekkor kezdődik igazán a keresztény élet kalandja. Aki már meghozta ezt a döntést, újítsa meg, aki pedig még nem hozott döntést Krisztus követése mellett, az pedig hozza meg minél előbb ezt a személyes döntést. A felvételi ebbe az iskolába, a felvételi anyaghoz hozzátartozik a Szentírás
különösen az evangéliumok ismerete, szeretete és tettekre váltása. Ezen lehet lemérni egy katolikus kereszténynél, hogy megtért-e, hogy tettekre akarja váltani Jézus iránti szeretetből az ő parancsait és kéréseit. Ha szerettek engem, mondja Jézus, tartsátok meg parancsaimat. És még mindig a felvételihez tartozik a Krisztus iránti szeretet, ami minél szenvedélyesebb, annál jobb. Minél szenvedélyesebben szeretitek az Úr Jézus Krisztust, annál jobban be fog tölteni benneteket az ő első ajándéka, a Szentlélek. Milyen tantárgyak vannak ebben az iskolában? A Szentlélek iskolájában van egy ilyen tantárgy, hogy az ima művészete. Nem elég imádkozni, megtanulni, imákat megtanulni. Azt nem nehéz, és ha valaki nem tudja megtanulni, akkor van lehetősége imakönyvekből elvégezni a vállalt imádságait. De az ima művészete ennél sokkal többet jelent. Ahhoz, hogy valaki ebben a tantárgyban előre haladjon, ahhoz először is vágyakoznia kell. Vágyakozni arra, hogy szeretnék egyre többet, és egyre mélyebben imádkozni. Az ima nem program. Az ima nem leteljesítendő feladat. Nem azért imádkozunk, hogy ne legyen bűntudatunk, és elvégezzük a vállalt imáinkat. Ennél sokkal többről van szó. Az ima, az kapcsolat. Állandó, személyes szeretett kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal és a mennyei atyával. És ezt a kapcsolatot a Szentlélek élteti, mozgatja és tölti be. Az ima művészetéhez hozzátartozik az idő, mégpedig a minőségi idő. Ha szeretünk valakit, akkor a minőségi időt ajándékozzuk neki. Vagyis nem azt az időt, amikor már nagyon fáradtak vagyunk, szétszórtak, és egyetlen vágyunk van, hogy minél előbb lefekhessünk, de azért még egy kicsit imádkozunk, hanem a minőségi időt. Minél jobban szereted az Úr Jézust, annál inkább minőségi időt fogsz biztosítani a vele való találkozásra. Az idő és a szeretet egyenértékű. Hiába mondják a fiatalok azt a szüleiknek vagy a nagyszüleiknek, hogy nagyon szeretlek, de nem adok időt a találkozásra, akkor ez nem egészen igaz. Ha szeretünk valakit, akkor van időnk rá. Ha nincs időnk imádkozni, az nem attól van, hogy rengeteg a feladatunk, hanem attól, hogy nem szeretjük annyira Jézust és a mennyei atyát, hogy időt biztosítsunk a találkozáshoz, mégpedig minőségi időt. Az ima művészetéhez meg kell tanulnunk csendben lenni. Csak akkor van párbeszéd, ha egyik fél hallgat, hallgatja a másikat. Nem csak elhallgatni kell, amikor beszélgetünk a másikkal, hogy meghalljuk, mit mond, különben mindenki mondja a magáét, és senki nem hallja meg a másikat. El kell hallgatnunk, és meg kell hallgatnunk. A meghallgatáshoz nyitott szív kell. Vagyis nem azon gondolkodom, hogy na én erre már tudom a választ. Mit fogok neki mondani? Meg kell hallgatnom, és meg kell hallanom,
hogy mit akart mondani. Ugyanígy vagyunk a Jóistennel is. Csend kell ahhoz, hogy az ő diszkrét, csendes, szeretettel teli hangját meghalljuk és megértsük. Kalkuttai Szent Teréz anya szerint Isten a csend barátja. Isten a szív csendjében beszél. És nem az a fontos, hogy mi mit mondunk neki, hanem az, hogy ő mit akar mondani nekünk. Ezt csak akkor halljuk meg, ha csendbe leszünk. Nem könnyű. Nagyon sokan félnek a csendtől. És ezért állandóan megy a zene, valamit mindig hallgatnak, néznek, bekapcsolnak, csak ne kelljen csendbe lenni. És az ima művészetéhez hozzátartozik a jelenlét gyakorlása. Általában nem vagyunk jelen a találkozásokban, csak testileg. Találkozunk, de közben minden más csinálunk. A legáltalánosabb jelenség ma a találkozásokban, hogy ott vannak egymás mellett, találkoznak, és közben állandóan be van kapcsolva a mobil. És jönnek az üzenetek. És hallani, hogy jönnek az üzenetek, és ő azonnal válaszolni akar rá. Ott van, de nincs jelen. A jelenléthez más kell. Meg kell tanulnunk jelen lenni. És hogyha valaki elcsendesedik és figyel, akkor azt fogja tapasztalni, hogy tódulnak az emlékek a gondolataiba, mindaz, ami történt. Vagy pedig tervezgetünk, hogyha vége ennek a találkozásnak, mit fogok csinálni. Úgy vagyunk egymás jelenlétében, hogy már azon törjük a fejünket, hogyha ezt befejeztem, akkor még mi mindent fogok megcsinálni. És így vagyunk Istennel is. Nem tudunk jelen lenni, és ezért nem tudunk találkozni vele, mert ő állandó jelen. Isten nem a múltban és a jövőben, hanem itt és most a jelenben van. És itt lehet vele találkozni, ebben a pillanatban. Az ima művészetéhez tartozik, hogy meg kell tanulnunk jelen lenni. A Szentlélek iskolájában az ima művészete mellett tananyag, a tanúságtétel. A hit hallásból ered. Akik nem járnak templomba, azok nem hallják az örömhírt. El kell mondani nekik. És ti vagytok azok, akiknek lehetőségük van arra, hogy iskolában, munkahelyen, családban, közösségben elmondjátok a jó hírt, az örömhírt. Alig beszélünk a jóról, a szépről, az igazról, a szeretetről, állandóan a rosszról, a sötétségről, a hiányról. Beszélünk, morgunk, panaszkodunk, vádaskodunk, igazoljuk magunkat. Minél több szót pazaroltok a rosszra, annál nagyobb lesz az ereje a rossznak, a bűnnek a szívetekben, és körülöttetek is. Minél több szót pazaroltok a jóra, a szeretetre, az igazra, annál nagyobb erővel lesz jelen a szívetekben, mert a szavunkkal teremtünk. Ha sokat beszélek a rosszról, a sötétségről, megteremtődik bennem. És már nem látom a fényt, nem látom a világosságot, nem látom az utat és a szeretetet. Pedig Isten állandóan jelen van, és állandóan árasztja a szeretetét mindannyiunkra. Ne adjatok teret a gonosznak a szátokkal. Ne beszéljetek annyi a rosszról. Tudjuk, hogy van, de szóra sem érdemes, mert esetleges a bűn is és a rossz is. Egyedül a szeretet a maradandó, az örök, minden más el fog múlni. Miért nem beszélünk legalább annyit vagy többet,
az igazról, a jóról, a szépről és a szeretetről. Valószínűleg azért, mert már nem látjuk, és nem is hisszük el, hogy van. Az orrunkig látunk. Ameddig a tények, a tapasztalatok és a hírek engednek bennünket. Ezt az ördögi folyamatot, ördögi kört, amit ránk kényszerítenek, nem csak a médián keresztül, hanem a személyes kapcsolatainkban is, meg lehet állítani, meg lehet törni az ördögi kört. Kezdjetek el beszélni a jóról. Tegyetek tanúságot az örömhírről, az evangéliumról, és hallgassatok el, amikor rosszról kellene beszélni. Ne adjatok teret, erőt a rossznak, különösen ne a szátokkal. A tanúságtétel művészet, meg kell tanulni. Nem nehéz, hogyha valaki egy gyönyörű filmet látott, arról nagyon könnyen beszél, mert megérintette a szívét, az egész lényét. Ha valaki átélt egy élményt, mert a csapata győzött, annak nem nehéz beszélni arról, hogy milyen fantasztikus csapatnak drukkolt, és el tudja mondani apró részletekig, hogy mi történt a pályán. Valószínű azért nem beszélünk Krisztusról és az evangéliumról, mert nem érintett meg bennünket, nem töltötte be a szívünket. És mindig a szív bőségéből szól a száj. Elég csak odafigyelnetek. Ma mennyi jót mondtál? Mennyi rosszat? Mivel van tele a szíved? Arról fogsz beszélni. A Szentlélek iskolájában teletöltjük a szívünket az örömhírrel, az evangéliummal, a jó hírrel, és arról beszélünk mindenkinek, hogy a rosszat jóval, a sötétséget világossággal győzzük le, mert csak ennek van értelme. A Szentlélek iskolájában tananyag a megbocsátás, a kiengesztelődés, mert enélkül nem tudjuk megélni Isten országának az örömhírét, igazságát, békéjét és örömét. Tele van a világunk erőszakkal, gyűlölettel és haraggal. Árad ránk a baj, hogy mi is árasztjuk tovább. Tananyag a megbocsátás, ami nem érzelmi kérdés, hanem döntés. Megsértettek, megbántottak, adóságot halmoztak fel ellened a szeretetben, eldöntheted, hogy mit csinálsz. Megbosszulod, vagy megbocsátasz. A bosszú legkifinomultabb formája a keresztény katolikusok között a pletyka. Beszélek a rosszról, a másiknak a bűneiről, vagyis terjesztem a sötétséget és fertőzöm a spirituális légteret. A megbocsátással, a kiengesztelődéssel Isten országának adunk hatalmas teret. El kell döntenünk, hogy mit csinálunk, amikor bántanak bennünket. Elengedjük-e az adósságokat, vagy pedig összegyűjtjük, és bosszút állunk. Bocsásd meg a vétkeinket, imádkozzuk minden mi atyánkban. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Saját fejünkre imádkozzuk az ítéletet, amikor nem akarunk megbocsátani. És nincs béke se a szívünkben, se körülöttünk. Mert a harag, a gyűlölet mindig megosztottságot szül. Minden szentmisében nekünk adja Jézus az ő békéjét, nem úgy, ahogy a világ adja, a kiengesztelődött békét. Isten nem haragszik, hanem meghal értünk.
áldozattá válik, hogy meg tudjunk bocsátani. Elengedi minden, elengedte minden bűnünket, minden adósságunkat azért, hogy meg tudjunk bocsátani, hogy mi is el tudjuk engedni az ellenünk vétőknek az adósságait. A Szentlélek iskolájában tananyag az ellenség szeretete. Nem őrültség, mert Jézus nem volt őrült és nem volt fantaszta. Ő igazat mondott, amikor azt mondta, hogy én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok üldözőiteket és ne átkozzátok. Tegyetek jót azokkal, akik titeket bántanak. Akartok ebbe az iskolába járni? Szeretnétek a Szentlélek iskolájába beiratkozni? Szeretnétek, hogy a Szentlélek vezesse utatokat, gondolataitokat? Én nagyon szeretném, ha együtt mennénk ezen az úton, ha együtt járhatnánk ebbe az iskolába, egymást erősítve, egymásért imádkozva, egymást bátorítva és segítve, hogy aztán mindannyian szentek lehessünk, és mindannyian részesedhessünk az Atya dicsőségébe, a mennyek országába. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Most következik majd a bérmálás szertartása. Szeretném megkérni a plébános atyát, hogy mutassa be a bérmálkozókat. Tisztendő püspök atya, nagyon könnyű helyzetben vagyok, hiszen bérmálkozók leírták a saját leveleiket, a tapasztalatékat és az élményeiket, ami ide köti őket ehhez a templomhoz. 5 éve intenzív ez a kis csoporti együttlét, és ebből 2 tanéven keresztül jártak a konkrét előkészítése, felkészülése, de hát első osztályos koruktól fogva hitoktatásban is részesültek, iskolai hitoktatásban. Nagy öröm számomra, hogy az egyházközség életerejét azt mindig is a közösségek sokszínűsége, sokasága adja, és nagy öröm, hogy az olajbogyó közösség, ahogy ők is írták, ahogy főtisztelendő püspök atya is említette, ők a mag, a kemény mag, akikre lehet számítani, akik együtt vannak jóban, rosszban, és mindenféle ifjúsági programokat találnak ki, nem csak a közös pizzázások, hanem valóban így van, hogy családi tábor, egyházközségi zarándoklat, napközis táborba szolgáltak, jótékonykodtak, keresztutat jártak, ebből volt interaktív keresztút is, aminek hatalmas nagy sikere volt, még másik egyházközségből és városból is jöttek dr. Vörös Klára által installált keresztutat végigjárni, és tényleg számomra is nagyon nagy élmény volt. De a Veni Sancti eseményen családfesztiválon, Veni Sancti fesztiválon is segítkeztek, lelki napok részesei voltak, nem csak a ifjúsági zenekarban énekelnek, és nem csak minisztrálnak, hanem tehát nem csak a hitéletben nyújtanak kimagasló eredményt, hanem az iskolai szolgáltatásokban, iskolai kötelezettségeikben is helytállnak, példaadó, példamutató értékkel. Én azt gondolom, és ez a gyóntatási tapasztalatom is, hogy nagyon érettek ezek a fiatalok. Nem csak készek, hanem érettek is. Ez nagyon világosan kiderül akkor, amikor kicsit az ember mélyére megy a spiritualitásnak, mélyére megy a lelkiségnek, és egy Jónás az kifejezetten alkalmas ilyen szempontból erre, hogy az ember ezt fölmérje és megismerje. Én azt gondolom, hogy valóban nem csak fölkészültek, hanem készek is arra, hogy a Szentlélek befogadja őket magába, ők pedig a Szent Lelket, kérjük főtisztelendő püspök atya, hogy legyen szíves megbírálni őket. Olyan sok jót hallottam most rólatok, hogy büszke vagyok rátok. Köszönöm, hogy vagytok.
Nagy öröm lenne, ha minden egyházközségben ilyen fiatal, elszánt csapat lenne. Köszönöm szépen. Ami most történik veletek, az folytatása annak, ami a keresztség szentségében történt. Akkor a szüleitek, keresztszüleitek vallották meg az egyház hitét helyettetek, és mondtak ellent a gonosznak helyettetek. Most arra kérlek titeket, hogy ti magatok személyesen tegyétek meg ugyanezt, mondjatok ellent a sátánnak, és mondjatok igent a hitünk titkaira. Megkérdezlek benneteket. Ellen a mondatok a sátánnak, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessetek. Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt, eltemették, de föltámadt, és az Atya jobbján ül? Hiszünk. Hisztek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai ünnepen rendkívüli módon részesültek? Hiszünk. Hisztek a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Most szeretnének személy szerint, szeretnének bemutatkozni a vérmálandó gyerekek. Köszönöm. Keldi Katalinnak hívnak, Bérma nevem Erzsébet, Bérma szentem Árpádházi Szent Erzsébet. Nagy Borbála Mikoltnak hívnak, Bérma nevem Orsolya, Bérma szentem Szent Orsolya. Tihanyi Boglárkának hívnak, Bérma nevem Erzsébet, Bérma szentem Árpádházi Szent Erzsébet. Antal Dorottya nevem, Bérma nevem Anna, védőszentem Szent Anna. Pusztai Adél Nórának hívnak, Bérma nevem Ágota, Bérma szentem Szent Ágota. Puskás Annának hívnak, Bérma nevem Johanna, Bérma szentem Szent Johanna Jeanne d'Arc. Pap Attila Bálint vagyok, Bérma nevem János, Bérma szentem Boldog Brenner János. Sárkazi Mihálynak hívnak, Bérma nevem István, védőszentem Szent István. Hodics Miklós vagyok, Bérma nevem Alfonz, Bérma szentem Liguri Szent Alfonz Mária. Horváth Mátyásnak hívnak, Bérma nevem István, védőszentem Szent István király. Nagy Csanád Imrének hívnak, Bérma nevem Imre, védőszentem Szent Imre herceg. Tóth Krisztiánnak hívnak, Bérma nevem Kristóf, védőszentem neve Szent Kristóf. Heffer Áron Istvánnak hívnak, Bérma nevem Pió, védőszentem Pietrelcsínai Szent Pió. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árassz el jóságosan, szent lelkével övét, akik újjászülettek már az örök életre, a keresztség vizéből. A szent lélek erősítse meg őket bőkező ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten fiához. Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, te már a keresztelkedésünkkor új életet adtál, és megszabadítottál az áteredő bűntől. Most kérünk, küldd el a vigasztaló szent lelket, és add meg a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és az áhítat lelkét, és töltsd el őket az istenfélelem szent lelkével, Krisztus, a mi Urunk által. Most következik az egyénenkénti bérmálás. Kérem a bérmálkozókat, hogy a bérmaszülőkkel jöjjenek majd előre.
könyörögni. Most mindannyian álljatok fel, és úgy fogadjátok az áldást. Istenünk, őrizd meg szívünkben a bérmálás kegyelmét és a Szentlélek ajándékait. Add, hogy ezek a híveid a világ előtt megvallják a keresztre feszített és feltámadott Krisztust, és szeretetből teljesítsék minden parancsát Krisztus Urunk által, és áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Kedves testvéreim, könyörögjünk a mindenható Atya Istenhez, és imádkozzunk egy szívvel, lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reményünk, és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk. Könyörögjünk a szülőkért, bérmaszülőkért, hitoktatókért, hogy szavukkal és példájukkal ezután is szüntelenül buzdítsák a megbérmáltakat Krisztus követésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szentlélek Isten, szeress minket hét ajándékoddal. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jöjj, Szentlélek, kegyelmeiddel bátoríts minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szentlélek Isten, árazd ránk a tisztaság erejét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Szentlélek, hogy tudjunk önzetlenül szeretni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szentlélek Isten, nyisd meg szívünket feléd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te lélegezz bennünk, Szentlélek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szentlélek Isten, add, hogy nyitott szívvel hallgassunk rád. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Szentlélek, hogy valóra is váltsuk tanításodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szentlélek Isten, egyengesd fejlődésünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Szentlélek, tárd fel előttünk életünk lehetőségeit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szentlélek Isten, szeretnénk felismerni mindazt, amit közölni akarsz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ne engedd, Szentlélek, hogy elvakítson bennünket a világ látható dolgainak csillogása. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szentlélek Isten, tőled elszakadni soha ne hagyd minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, a megbírmáltakért, hogy hitükből táplálkozva és a szeretetben megerősödve életükkel tanúskodjanak Krisztusról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te megadtad apostolaidnak a szent lelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgass meg imádságainkat, és szent lelked erejével alakítsd át a szívünket, úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első pünkös napján. Krisztus, a mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Szemeljáljuk néked, mint a te terméséget, és a nevét munkanyagyát. Ebből
lesz számunkra a életkenyere. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, hogy nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban a Szentlélek, ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minden igazságra, amint Szent Fiad megígérte, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a szent lelket azoknak, akiket az egyszülött fiaddal való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. A Szentlélek pünköstkor az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre,
kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Béla és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzel meg a feltámadás reményében elhűnt testvereinkről, és mind azokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyával, a boldogságos Szűz Máriával, szent Józseffel az ő jegyeseivel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Ezért bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Jézus az ország, a hatalmas és a dicsőség.
Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Kedves Birma szüleink, szüleink, nagyszüleink! Köszönjük, hogy támogatotok bennünket ezen az úton, mint ahogy egész életünkben is tettétek. Általatok megtapasztalhattuk, hogy mit jelent katolikusnak lenni. Köszönjük, hogy gyermekeitek lehetünk, és hitre neveltetek minket. Köszönjük, hogy meg vagyunk keresztelve, hogy megtanítottatok az első imáinkra, hogy mindent tovább adtatok nekünk, amit ti tudtatok a kereszténységről, erről a hitről. És köszönjük, hogy elkísértetek minket a bérmálás szentségeig. Kedves hívek, tudjuk, hogy sok időt áldoztatok ránk, hogy imádkoztatok értünk bérmálkozókért. A ti imáitok megerősítették hitünket, akaratunkat. Kérünk benneteket, hogy segítsetek, hogy az egyház nagykorú taggaiként feladatot és lehetőséget kapjunk az egyházközségben, hogy hitünk kiteljesedjen. Kedves bérmeszüleink, szüleink, nagyszüleink és kedves hívek! Mi most a ti példátokat követve ígérjük, hogy nagykorú keresztényként életünkkel hirdetjük, hogy keresztényként élni jó. Isten áldását kérjük rátok. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönetül a bérma szülőknek, szülőknek, nagyszülőknek és híveknek helyezzük el a csokrot a Jézus oltárnál. Kedves Miklós atya, hálásak vagyunk, hogy ehhez a közösséghez tartozhatunk. Köszönjük, hogy lehetővé tette számunkra a bérmálás szentségében való részesülést. Köszönöm szépen, még nem tartunk itt az utolsó szójogám, de valamit szeretnék nektek a köszönetnyilvánítás mellé mondani. Kedves fiatalok, ti egy hatalmas kincs birtokába vagytok. És nem csak azért, mert megbérmált benneteket püspök atya, és nem csak azért, mert a Szentlélek ajándékai ott vannak a szívetekben, és a gyümölcsöket meg majd hozzátok, ahogy ez a lelki napon szó volt, hanem azért is, mert egy fantasztikus lehetőség birtokában vagytok, tudnélik, egymással is, és az egyház községgel is, közösségben, egymással pedig baráti kapcsolatban vagytok. És ennek a barátságnak, ennek a kapcsolatnak megtartó ereje van. Egyetlen egy példát hadd mondjak el az életemből. Én, amikor annyi idős voltam, mint ti, jártam egy hittancsoportba, egy hittanközösségbe, amelyet főtisztelendő Varga Zsolt atya vezetett. Ő 2 évig volt a Székesegyházban, vagy akkor még nagy templomban káplán. És olyan szinten összegyúrt minket, hogy az én 14 éves korom óta mindmáig létezik az a csoport. Most a pandémia alatt nem találkoztunk, de ismét föl fogjuk venni a találkozás szálait, és havi egy rendszeres találkozók lesznek közöttünk. Már mindenki, nagypapa meg nagymama ebben az akkori társaságban, amikor én kamasz voltam. 40 éve, több mint 40 éve, 45, létezik, fennáll, működött, volt, amikor kevésbé intenzíve, volt, amikor intenzíveben ez a csoport. Ebből a csoportból most hétvégén új misét fog bemutatni Kőváró László atya, szalézi szerzetes. Ilyen döbbenetes, megtartó ereje van a közösségnek, egymás kezét fogva, egymással, egymást támogatva és segítve, harcolni tudtok az élet nehézségeivel, és nem fogja elfújni hiteteket a szél. És megmaradtok ti is azon az úton, amelyen Krisztus rendelt járni benneteket. Használjátok fel és ki ezt a fantasztikus adományt és lehetőséget, hogy nem csak megbérmáltak vagytok, hanem nem csak csoport vagytok, hanem már közösség is, akik minél több szállal tudnak kötődni egymáshoz, és ez a kötelék és ez a kötődés megtartó erő. Szentléleknek ez a különleges ajándéka
segítsen és támogasson benneteket. Köszönöm szépen. A következő csokor az előtt hitoktatóké. Hálával gondolunk hivatásukra, és köszönjük áldozatos munkájukat. És még hálával tartozunk Szőlősi Katinak, hogy elkészítette nekünk a maszkokat, és köszönjük szépen a gitáros zenekar szolgálatát. Isten áldjon benneteket! Mi is szeretnénk nagyon köszönetet mondani egy olyan embernek, akiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, nem csak mint szülők, hanem az egész egyház közösség. Olyan karizmával látta el Vörös Klárát, aki a gyerekek nyelvén teljes mértékben ért. Minden egyes gyerkőc úgy jött haza a hittanok után, hogy annyira jó volt. És tudjuk, hogy kamaszokat megtartani elég nehéz feladat a mai világban. Annyira növekedtek a szeretetben, hogy soha nem szerették volna kihagyni. És ezért kérjük és könyörgünk Kláráért, hogy tartsa meg a Jóisten örökké közöttünk. És van egy serlegünk, ami ugye az Aranyhit, ennek a közösségnek a neve, ezért az Aranyhit serleg. Ez minden hónapban vándorolt gyerekekről gyerekekre, aki abban a hónapban jól viselkedett, vagy úgy tűnt, hogy most ő tud élni ezzel a lehetőséggel, illetve mindig imádkoztunk értük. És most azt gondolom, hogy ez most így illik, és így lenne a legjobb, hogyha most ebben a hónapban Klári néni kapná meg ezt a serleget. Nagyon szépen köszönünk mindent. Isten áldjon Klári néni! Könyörögjünk. Istenünk, Te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet Krisztus a mi Urunk által. Nem sorolom végig a köszöneteket, csatlakozom mindahhoz, amit az előttem szólók megköszöntek. Még csak annyit, hogy hálásan köszönöm Miklós atya szolgálatát. Az egyházközségben is, a püspökségen is és az egyházmegyében is. A jó Isten áldjon meg, kedves Miklós, aztán tegyen szentté. Még mindig ez a legnagyobb karrier az ő számára is. Álljatok fel, és úgy fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Az Úr a mi segítségünk. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ér, küldetéstek van, menjetek békével. Istennek legyen hála!
sötét.